Szerencsére a járványhelyzet ellenére meg tudták rendezni idén is a Fit Balance-ot. Te egyébként hogy élted meg ezt a mostani koronavírusos időszakot? Edzőként ez egy nehéz időszak, mert minden edző a szemekből táplálkozik, a visszajelzésekből, így látjuk azt, hogy mennyire fáradnak el a vendégek az óránkon. Ez nagyon nehéz egy piros gomb és egy telefon előtt megtenni. Megtettük, ameddig muszáj volt, de most azért jó, hogy személyesen is tudunk órát tartani a vendégeknek. Lelkileg megviselt téged ez a mostani időszak? Vagy hogy élted meg egyáltalán családilag? Nekem egy nagyon szoros időszak volt a családommal, nagyon sok időt töltöttünk együtt, sokkal többet tudok velük lenni, mint máskor, úgyhogy pozitív része is volt ennek a helyzetnek, mind a mellett, hogy ez egy nagyon szomorú, meg nehéz helyzet sokaknak. Én nem éltem meg tragédiaként, de szerencsére körülöttem nem is volt tragédia. Hogy tudtad magad formában tartani? Mert azért, lássuk be, elég jó formában vagy, karantén ide vagy oda. A karantén lehetőséget adott arra, hogy picit több időm legyen, és én magam is szívesen sportoltam, nem csak órákat tartottam a vendégeknek, hanem én is könnyebben el tudtam menni kocogni, a gyerekekkel sportolni, úgyhogy ilyen szempontból ez könnyebb volt nekem. Neked volt nem most annyira régen egy kézsérülésed, hogyha jól emlékszem, az már helyre jött teljesen? Egy kéztörésem van még 5,5 hetes, úgyhogy még érzem a támasz helyzeteknél, de már mozgatom. Nem mondom, hogy még teljesen helyre jött, de már azért jó úton járok vele. Rendben, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm.